Nemrégiben szerveztek kormányhivatali bált, amelynek bevételéből a Nagycsaládosok Országos Egyesülete részére vásároltak élelmiszereket, ezt Román István kormány megbízott adta át. Beszédében kiemelte, azokat, akik több gyermeket vállalnak, támogatni kell. 30 család fog kapni egy nagyobb élelmiszercsomagot. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének a megyei szervezeteit kértük meg, hogy segítsenek nekünk célba jutatni ezeket az adományokat, és ebből maximálisan partnerek voltak. Azt gondolom, hogy számukra is nagyon fontos az, hogy az a figyelem, ami megvan, ami feléjük fordul, az minél erősebb legyen, és ők maguk is nagyon sokat tesznek azért civil oldalról, hogy ezeket a családokat összefogják, közös építsenek belőlük, hogy programokat szervezzenek a számukra, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó helyre kerültek az adományok. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete tavaly ünnepelte fennállásának 30. évét. A mai adományozásnak az volt a célja, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei tagegyesületeket, illetve közvetlenül az egyesületekhez csatlakozó rászoruló családokat segítsék. A csomagokat az ország különböző városaiban működő egyesületek vezetői juttatják el a családokhoz. Ezt már Deliné Szolani Zsuzsanna, a NOE Felső-Tiszai régió titkára mondta. Hozzátette, 2018 a Nagycsaládosok éve. Erre számos rendezvények készülnek a rászoruló családok helyzetének segítsége érdekében. Lesz egy családkongresszusunk, ez többnapos rendezvény lesz, és nem csak szakmai rész lesz ebben valószínűleg Veszprémben, hanem a családok együtt fognak ünnepelni, együtt lehetnek, a kicsik játszhatnak, a nagyobbak kreatívkodhatnak, mindenki meg fogja találni a saját maga számára megfelelő programot. Az egyesület fontos feladatai közé tartoznak a gyermekek és fiatalok közéleti nevelése és a környezettudatos magatartásra nevelés, valamint az egészségfejlesztés.